Benkő Vili barátommal beszélgetek, aki az Egyesült Államokban nőtt fel, de sok éve már Magyarországon él. Kosszalényi Dezső ezt írja, itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Megítélésem szerint Vili mindkét világban otthon van, ezért ő az egyik példaképen. Megkérlek Vili, adj nekünk hasznos tanácsokat és meséld el életedből azt, amit tanulságosnak évekkel ezelőtt arra számítottam, hogy az életem, azt megtervezem, az életemet megtervezem, és minden további nélkül azt úgy fogom teljesíteni, hogy én ezt elképzeltem. De a valóság az bizonyította, hogy ez nem így van. Voltak betegségek, egész pontosan egy évvel ezelőtt volt egy komolyabb egészségügyi kihívás, amire nem számítottam, amikor kiderült, ugyanis, hogy rákos lettem. Beszélgettem az orvosa, azt mondta, hogy ez nem lesz kellemes, végig kell csinálni, nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele. Már volt sajnos tapasztalatom a kemoterápiával, is, tudtam, hogy kemoterápia minden, csak nem élvezetes. Mégsem ijedtem meg, és nem azért, mert valami szuperhős lennék, hanem megtanultam az élet során, hogy vannak olyan, olyan lépések, olyan döntések, amit ha az ember elkezd alkalmazni a mindennapi életében, akkor, amikor jön egy olyan szituáció, aminek nem örül, mégis meg tudja teremteni azt a lendületet, amit a, amire építhet, amire számíthat, hogy átviszi azon a, azon a viharon. És ezeket a, én ezeket másokkal is szívesen megosztom, ezeket a nem bonyolult törvényeket vagy döntéseket. Hiszek abban, hogy az életben, akkor, amikor még igazán nincs rá szükség, és bár vitatnám, hogy van olyan periódus, amikor ne lenne rá szükség, de ki kell alakítani lendületet az ember életében. Ezt lehet célnak is hívni, lehet életértelemnek hívni, de kell, hogy legyen az embernek egy olyan valami, ami minden reggel, amikor nincs kedve kimászni vagy kiszállni az ágyból, mégis kiszáll az ágyból. És a, ennek a testvér döntése az, hogy nem érzések alapján élem az életem. Ez nem azt jelenti, hogy mentesen, tehát lehet bizonyos dolgoknak örülni, de nem annak a megléte, tehát a boldogság meglététéből, vagy meglétététől teszem függővé, hogy megteszem-e azt, amit meg kell tennem. Én minden reggel sporttal kezdem az életem. Az esetek 30 vagy 40 százalékában ébredek úgy, hogy hajrá, mehetek sportolni. Tehát ott van egy 60% amivel kell valamit kezdeni, és megtanultam, hogy nem teszem föl magamnak azt a kérdést, hogy akarok-e menni sportolni. Ezt azért nem teszem föl, mert tudom előre, már most is meg tudom mondani, hogy ez pénteken föltenni magamnak ezt a kérdést, tudom, hogy mire a válasz. A válasz nem. Tehát nem is hergelem magam egy negatív irányba, hanem nem kérdezem meg magamtól, hogy akarok-e, nem csinálok belőle érzelmi kérdést, hanem egyszerűen úgy kezdem a napom, hogy kiszállok, és elkezdem csinálni. Kemoterápia idén is csináltad? Kemoterápia idén is csináltam. Azért reális vagyok, olyan értelem, hogy korábban futottam, és a, ezek vegyszerek, amik bekerülnek az embernek a szervezetébe, tehát nem csupán akaraterő, meg fegyelem, tehát valóban pocsékul érezheti magát az ember. De ekkor meg arra figyeltem, hogy ha nem is tudok futni, de sétálni tudok, és ami ez nekem ragaszkodni kell ez alatt az időszak alatt, hogy nem engedem, hogy kikerüljön ez az egyórányi mozgás az életemből. Mert hittem abban, hogy nekem előbb-utóbb eljön az a nap, amikor ennek vége lesz, és akkor sokkal nehezebb lesz újból megtalálni Sőt, meg is tudom majd magyarázni magam sajnálatos módon, hogy jó, hát most mentem át egy ilyen kezelésen, persze, hogy nem kezdtem el újból mozogni, majd, 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 és akkor belekerülök ugyanabba a csapdába, mint mások, hogy igen, tudom, hogy ezt meg kéne tenni, de nem ma, hanem holnap, ha nem holnap, akkor holnap után, de meg fogom tenni. Ez hogy te megengedsz? ami megerősítesz a mondta, Jeruzsálemben találkoztam orosz kongresszuson egy olyan férfival, aki hasnálmérigrágban szenved, öt éve meg kellett volna minden nap fut, és tűzleti alapotban tart. Mert volt miért, és feltételezem, hogy, hogy, amikor ő elindult és elkezdett futni, és ebben rejlik az ereje az ilyen jellegű mozgásnak, hogy menet közben, ahogy a magyar mondja, menet közben jön meg az étvágy. Előbb-utóbb meg fogja kedvelni az ember, és lehet, hogy én több éven átfutottam, én nem jutottam el abba az állapotba, hogy minden egyes reggel kedvem lett volna futni. De, ahogy mondtam korábban, én nem vártam arra, hogy megérkezzen az érzés, mert lehet, hogy még mindig ott feküdnék és várnám. A, a harmadik, tehát az egyik az volt, hogy ki kellett ö, alakítani lendületet az életben, a másik, hogy függetleníteni kellett. Ezt a lendületet, vagy ennek a kialakítását az érzésektől, a kedvtől. És a harmadik pedig az, hogy legyen az ember életében mindig egy olyan felület, ahol visszaad másoknak. Segítsen másoknak, akkor is, amikor jól érzi magát, és akkor is, amikor nem érzi jól magát. Ugyanis mások problémájával foglalkozni segít, ha nem is permanens módon, de átmeneti módon megfeledkezni a saját kínomról, nem vagyok azzal elfoglalva egész nap, hogy jaj, és akkor megint hajlamosítom magam arra, hogy, hogy sajnáljam magam, vagy eljátszom az áldozat szerepét. Nem vagyok egyedül, nem voltam egyedül. Ha az ember eljár a kórházba, úgy is látja azt, hogy mások is szenvednek, másoknak sem jó. És ha más nem, az én picit más hozzáállásommal esetlegesen egy olyan példát tudok mutatni nekik, hogy igen, úgy is lehet tűrni, tehát eltűrni, vagy így is lehet, hogy vállalom, hogy egy részét az életemnek most ez elfoglalja, de én is tudok más területen hozzáadni értéket másnak az életéhez. És ha ez a három együttesen megvan, akkor hinni kell abban, hogy az idő múlásával, mint ahogy amikor egy repülőgép belekerül a turbulenciába, annak az egyetlen esélye, hogy ő onnan kikerüljön, ha megy és mozog előre. Tehát a haladás az fog eredményezni, nem tudjuk mennyi idő alatt, de ha ő halad előre, akkor el fogja érni azt a simább levegőt, túl lesz a turbulencián. Ezt úgy is föl lehet fogni az életünkben, hogy ez egy turbulens időszak, és ha van lendület, ha van ez a mozgás előre, akkor előbb-utóbb ki fogok kerülni ebből. És ezt az ember elkezi aktívan csinálni, nem hébe-hóba, hanem minden nap. Így, így, így kezdi a hétfőt, a keddet, a szerdát. És nem az lesi, hogy hol tudja magáról folyamatosan elmondani másoknak, hogy milyen szerencsétlen, hanem, hogy akár egy, egy segítő szándékkal bíró kezet nyújt más irányába, aki sokkal nagyobb problémával küzd. És biztos vagyok hogy hogyha az ember ezt alkalmazza, és csinálja, és nem azt várja, hogy hétfőről kedre megtörténjen a csoda, hanem bízik abban, mint a repülőgép is, hogy ha haladok előre, ebből kifogok kerülni, akkor megadja neki az erőt és azt a lendületet, amivel valóban ki fog tudni kerülni. De ezt el kell dönteni, és ez jobb, ha az ember előtte dönti el, mert amikor az ember padlót fog, nulla lendülettel, nulla hajtóerővel, akkor is föl lehet állni, csak ezerszer nehezebb. És ennyivel tartozom magamnak, ennyivel tartozunk magunknak, hogy megadjunk magunknak minden esélyt, hogy belekerülünk egy olyan kellemetlen helyzetbe, amire nem számítottunk, hogy adjuk meg magunknak azt az esélyt, hogy abból ki is kerülhessünk.